A győri sós festőművész házas pár 16 éve él boldog párkapcsolatban, és 8 éve házasok. Kisfiúk Bruno most 7 éves. A pár a Képzőművészeti Egyetem felvételéjén ismerkedett meg, és mindketten tudták, megtalálták életük párját. Tudtam, hogy ő az, akire én várok. Marcinak a tehetsége volt az, ami engem megragadott. Ő abszolút első látása szerelem nekem, azért nem is használom a múlt időt, mert ez mai napig tart. Amikor én megpillantottam a Nórit az egyetemi felvételin, akkor onnantól kezdve már nem is nagyon érdekelt maga a felvételi, hogy őszinte legyek. Tehát gyakorlatilag már a képek helyett csak a Nórával való leendő találkozómra tudtam koncentrálni. Mára már mindketten elismert képzőművészek. Számos kiállításuk volt külföldön és Magyarországon egyaránt. Nórának jelenleg a Faur Zsófi galériában láthatók a művei. Marci munkáinak nagy része főként magángyűjteményekben található meg. Ez itt a mi műtervünk. Ezen a részen dolgozom én, vagy ebben a teremben dolgozom én, és hogyha arra tekintesz, akkor itt láthatod Nóri műtermét. Itt van Nóri. Az, amit én csinálok, az egy transzparencián alapuló figuratív festészet. Most, amit a falon láttok, ez egy korábbi sorozatnak a képei, illetve látható egy új képem, itt a kanapé fölött ez az időbuborékokból egy darab. A két stílus ugye abban különbözik, hogy míg Nóra sokkal erősebben figuratív és sokkal inkább koncentrál up-to-date kérdésekre, tehát a ma szociális, társadalmi, akár politikai kérdéseire, én egy sokkal időtlenebb világot festek, és leginkább a modernizmus hagyományaihoz nyúlok vissza. Az alkotás során egymást inspirálják. Nagyon sokszor van az, hogy együtt dolgozunk, tehát külön-külön, de mégis együtt. Az is egy nagyon-nagyon inspiráló dolog, hogy én látom őt alkotni, miközben ő dolgozik, és ő is engem. Azt mondják, a jó párkapcsolat feltétele az őszinteség és a kommunikáció. Nagyon sok házasság azon a ponton csúszik igazából félre, hogy az emberek nagyon keveset kommunikálnak alapból is egymással manapság. Közösek a vágyaink, és hogy egy közös dologért lelkesedünk, és közösek a céljaink, és a festészetbe vetett hitünk is nagyon erős, és ezért tudjuk egymást nagyon jól támogatni. Igen, ahogy József Attila mondta, szövetség ez, s több, mint szerelem. Úgy érzik, gyermekükkel, Brunóval teljes az életük. A képek is egyfajta születendő gyermekek, de mindenféleképpen vágytunk saját valódi gyermekre, és úgy gondolom, hogy most per pillanat tényleg kerek, egész vagyunk, és egy megoszthatatlan triumvirátus. Te is festőművész leszel? Igen. Azok a terveid? Igen. És szoktad nézni, hogy apa és anya dolgozik? Hát ha hazajövök az óviból, akkor az apát megnézem. Nagyon tehetségesen, nagyon szépen rajzol, de megmondom őszintén, hogy nem inspiráljuk, vagy nem toljuk semmilyen irányban, például a képzőművészet irányába sem. Abszolút szabadon cseperedik, majd ami idővel számára fontos lesz, mi abban fogjuk őt támogatni.